Szevasztok srácok, ez itt újra az Épp István, és ahogy látjátok itt mellettem, és ahogy el is mondtam nektek a tegnapi unboxingban, a mai adásban ezzel a Creator-ös 3-1-ben készlettel fogtok megismerkedni, és én is meg fogok ismerkedni ezzel a készlettel, mivel még egyáltalán semmilyen tapasztalatom nincs ezekkel a típusú szettekkel kapcsolatban, mivel amikor én még gyerek voltam, ezek a készletek még egyáltalán nem léteztek, mostanában meg amik megjelentek, azok meg annyira nem érdekeltek, hogy beruházzak rájuk, de ez megváltozott, mivel hát idén a LEGO, azt hiszem tavasz környékén, nyár elején bejelentette ezt a készletet, vagyis hát elérhetővé tette ezt a készletet, és hát nagy sokára végre hozzám is megérkezett ez a szett. Tudom, hogy ti is vártátok, tudom, hogy én is kíváncsi vagyok rá, úgyhogy mi más is lehetne ebből a videóból, csak egy jó adás, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Ja, és természetesen ezt a készletet is a LEGO biztosította, de ettől függetlenül ez a véleményemet tudjátok jól, nem fogja befolyásolni. De ettől függetlenül találkozunk a szokásos feliratainkkal, LEGO, Creator, 9 pluszos, 3109-es, Pirate Ship és 1260 darabos a készlet, és itt a másik oldalán pedig látjuk a 3-1-ben feliratot, ami alatt ugye ott van az a két másik összeépítendő változat is, ugye az a kocsma és maga a kincses sziget is ott van, de nekem egyértelműen a kalózhajó a kedvencem ebből a változatból, és ugye még ide alulra le van írva, hogy a modell nem tud úszni, ezt mindegyik ilyen stílusú hajós készletre ráírják, igazából szerintem fölöslegesen, de akkor is ide kell, hogy írják, mivel gondolom valaki beleteszi a vízbe őket. Aztán a másik oldalon találkozunk a játékfunkciókkal, ami, hát ugye őszinte legyek, annyira nem is sok. Itt fönt megmutatja, hogy hogyan lehet kinyitni a kapitányi kabinunkat, és a másik oldalon pedig hát megnézhetjük, hogy hogyan is fog kinézni egy kicsit más szemszögből a másik két építményünk. Hát igazából a Kalózszigettel olyan sok játékfunkció nincsen, bár egyet tudok, mert ugye néztem egy videót már róla, amit itt egyáltalán nem mutat meg a LEGO, ami tök érdekes, viszont itt az alsó részén bemutatja azt, hogy hát ki lehet nyitni ezt az épületünket, és hát meg kell mondjam az őszintén, nekem ez a kocsma tetszik másodiknak a legjobban, ez a Kalózsziget tetszik a legkevésbé ebből az épületből, de hát nagyon jól tudjátok, az én kis szerelmem ebben a készletben maga a kalózhajó, meg hát szerintem nektek is az a kedvencetek, viszont ahogy mondtam is nektek a tegnapi adásban, hát nagyon gondolkodtam, hogy hogyan is fogom ezt a készletet bemutatni, mert tényleg jó lenne mind a hármat bemutatni, de sajnos arra se időm, se lehetőségem jelen pillanatban, hogy mind a hármat egymás után bemutassak, mert akkor egy nagyon hosszú videó lenne, meg na tényleg semmi időm nincsen rá, hogy most egymás után háromszor összeépítsem, meg háromszor szétszedjem. Úgyhogy én arra a döntésre jutottam, ami lehet, hogy annyira nektek nem fog tetszeni, de sajnos most ezt így kell, hogy beérjétek, hogy én összeépítem a hajót, és a másik két verziót, hát majd lehet, hogy egyszer később időpontban, hogyha van igényre, akkor hát bemutatom nektek, de ha annyira ti sem igényelitek, akkor majd hát az összeépíti, aki megveszi ezt a készletet, és akkor neki is egy meglepetés lesz. Ettől függetlenül tényleg ez a másik építmény is egész jó, de hát a kalóz hajó akkor is mindent visz ennél a készletnél, de bontsuk is ki. Oké, eddig semmi más, mint az átlagos készleteknél. Összesen 11 darab számozó zacskót találkozunk, és meglepetésszerűen itt van benne egy ilyen kis kuponka, amivel Kids go free to the Legoland Resort and Legoland Discovery Centers, tehát ezzel el lehet menni ingyen egy gyereknek, gondolom felnőtt kísérlettel a Legolandben. Igazából ez számomra teljesen irreleváns, viszont van érdekes módon 2 darab összerakási útmutatónk. Először is nézzük meg a vastagabbat, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy, de igazából hát pontosan ugyanúgy kezdődik, mint egy átlagos LEGO készlet, viszont ez nekem egy tök jó ilyen régi referencia, hogy az összerakásunknak a háttere azzal a tipikus régi LEGO-féle világos kék megoldással van megcsinálva, úgyhogy nekem ez visszahozza egy kicsit a régi érzést. Összesen 326 oldalon gazdálkodunk, de úgy néz ki, a végén már nem csak a hajót kell építeni, tehát ebben az összerakásiban benne van a kocsma is, tehát ebből az első vastagabból először is össze lehet építeni a kalózhajót, és hogyha szétszeditek, akkor újra össze lehet építeni a kocsmává, és a végén pedig találkozunk egy ilyen kis creator-ös reklámmal. A másik füzetünk meg gondolom csak a kalóz sziget lesz, vagy ez a kincses sziget, ami összesen 98 oldalas, úgyhogy ez igazából nem tart annyira sokáig összeépíteni. De kíváncsi vagyok rá, hogy vajon ezekhez az összeset kell használni? Az összes összerakás, vagy mármint az összes zacskót? Mert itt is azt mutatja, hogy mind a 9 zacskót kell használni, de gondolom nem mindegyik elemét, úgyhogy ez egy kicsit
érdekesen van kivitelezve, úgyhogy igazából srácok, nincs is más hátra, én összeépítem, utána pedig megnézzük azt a hajót egy kicsit közelebbről. Nos, srácok, az alkotásunk el is készült, nyilván annyi részlet nincs benne, mint például a LEGO Ideas-os verzióban, sőt, ezt még most felhívom a figyelmeteket, hogy lesz egy összehasonlító videó abból a két hajóból is, mivel hát az még ott megvan, és ezáltal itt van egy második hajó is, úgyhogy arra gondoltam, hogy a következő vasárnapi 300 alatban majd összehasonlítom ezt a két hajót, hogy legyen némi fogalmatok arról, hogy méretben és úgy kialakításban mi a hasonlóság és mi a különbség a kettőben, de ettől függetlenül nézzétek meg most a Sexy B-roll erről. Hát a készletünkben összesen 4 darab minifigura érkezik, ami, hogyha az őszinte véleményemre vagytok kíváncsiak, szerintem egy kicsit kevés. Szerintem, hogy egy párral többet raktak volna bele, az nem lett volna hátrány. Ettől függetlenül itt van a Kalóz kapitányunk, akinek nyilvánvalóan az egyik lába az falár, tehát nincsen normális minifigura lába, hanem tudjátok, ez a kalózos verzió. A torzója egy egész jól kinéző kék kalóz zubbonyt visel, és akkor egy ilyen kis öv van a mellén keresztül csatolva. Egy kis válpánt kiegészítő
található a nyaka és a törzse között. Egy reakciót mutat az arca, ezt a tipikus, nagyon mörgös, kalózos arcot, fél szemmel és természetesen a halálfeles kalóz sapka ott van a fején. A kezében kettő darab kiegészítő van, egy kard és egy fákja. Aztán itt van a, hát nevezzük másodtisztnek, mert én arra gondoltam, hogy ő a másodtiszt, ezért legyen ő a másodtiszt. Szóval ő rendelkezik egy szürke lábbal, és ezzel az egészen szokványos, kalózos torzóval, szerintem már sokszor találkoztunk, hát régen is, meg azt hiszem, abban az előző IDS-ban is volt egy hasonló torzójú figura, hogy igazából azon semmi különlegesség nincsen, és az arca természetesen ugyanúgy egy reakciót mutat, ezt a szakállas kalóz arcot, a fején ott található egy sapka és egy kard a kezében. Aztán van egy matrózunk is, akinek a kezében egyből van kettő darab kiegészítő, egy kis mordály és egy, azt hiszem ez távcső lesz, egy távcső is van a kezében, és a torzója egy ilyen piros, csíkos, hát szerintem egy ilyen matróz ruha. Az arca kettő darab reakciót mutat, van egy nagyon mosolygós és egy egészen megijedt fejszerkezete, és a fején pedig található ez a piros felkendő, és igazából a negyedik minifigura csak egy csontváz, úgyhogy igazából ezt annyira nem is muszáj lenne a minifigurák közé sorolni, de hát igazából minifigura feje van, úgyhogy miért ne? A negyedik figura egy csontváz, igazából semmi különlegesség nincsen benne, ezzel már sokszor találkoztunk. Természetesen a kalózokhoz kell kincs is, ezért kapunk egy kincses ládát, amiben megtalálható kettő darab drágakő és kettő pénzérme. Én még mindig nagyon sajnálom, hogy a LEGO már nem gyártja azokat a régi stílusú LEGO pénzérméket, azok sokkal jobban mutatnának ebben a készletben, és kapunk kettő darab ágyút is, amik hát pontosan ugyanúgy működnek, mint a LEGO IDS-os verzióban. Van benne egy-egy ilyen fekete kis elem, amit hogyha beletesztek, akkor a szépen ki is lehet lőni, meg kell húzni a hátulját, és ellövi a világból is ki, és természetesen kerekeken gurulnak ezek az ágyuk, és ebben az esetben ennél a készletnél van egy kis kiegészítőnk is, mégpedig ez a cápa, ami hát rettentő cukira sikerült, mert még ilyen kis mosolygós szeme és szája is van, úgyhogy hát nem a legveszélyesebb cápáról van szó. Ettől függetlenül tudjuk mozgatni a száját, és a mellúszóit is tudjuk mozgatni ide-oda, és még hát természetesen a farkát is tudjuk jobbra-balra, igazából 360 fokba tudjuk tekergetni, mert ugye egy ilyen gömcsuklós alkatrészre van rárakva. Szerintem mindenféle éppen egy jó kiegészítője, és igazából ennél az egész szetnél az az legérdekesebb legalábbis számomra, hogy a kiegészítők azok mind LEGO elemekből épültek, tehát hogyha most összeépíteném a másik két verziót is, hogy az egyiknél van egy ilyen szekeret húzó ló is, ott is a ló össze van építve LEGO-ból, tehát nem kapunk egy ilyen fröccsöntött lovat, ami szerintem egy kicsit jobb verzió lett volna, de hát ennél a készletnél pontosan az a lényeg, hogy adott számú LEGO elemekből három darab cuccot is összehozzunk, és így a LEGO megbírta alkotni még a lovat is, sőt még a kincses készlet résznél van egy majom is, amit ugyanúgy hát LEGO elemekből kell összeépíteni, csak ugyanúgy, mint ezt a kis cukicápát. Egyébként, ha már a kiegészítőknél tartunk, akkor egyre még fölhívnám a figyelmeteket, kapunk egy ilyen kis kék madarat, amit, hát ezt is ugyanúgy kellett LEGO elemekből összeépíteni, nagyon kezdetleges kis építmény, de azért elég jól ki lehet benni belőle, hogy ez valami madár, vagy papagáj, vagy valami repülő szárnyas jószág, a lényeg, hogy ezt rá kellett tenni ide a hajunk hátuljára, és hogyha már a hajóról van szó, akkor tényleg ezt is nézzük körbe. Hát a leglátványosabb része ennek a hajónak, hogy LEGO elemekből kellett megépíteni a vitorláját, amit már mondtam is nektek, amikor bejelentették ezt a készletet, még ugye hát majdnem már egy éve lassan, hogy nekem ez nagyon nem tetszik, ez továbbra sem tetszik, de megértem, hogy miért döntött így a LEGO, mivel hát ezeket az elemeket fel kellett használni a másik két összeépítési verzióban is, és hogyha ezek ruhaanyagokból lettek volna megoldva, akkor nem tudták volna például azt a koponyát kialakítani, vagy nem tudták volna beleépíteni a kocsmába se, és ezáltal ez egy ilyen szükséges rossz. Nem néz ki annyira rosszul így élőben, de azért még mindig sokkal jobban néz ki, hogyha ruhaanyagból van megépítve. Ettől függetlenül még a vitorlákon kapunk egy ilyen kis épített koponyafejet is, ami szerintem mindenféleképpen egy egész jó részlete ennek a vitorlázatnak, ami sajnos csak fehér színben érkezik, és akkor jobban örültem volna, hogyha kapott volna egy kis csíkozást, vagy valamilyen más árnyalatban. De ettől függetlenül nagyon jól működik, továbbra sem tetszik, de még azért játékfunkciók is vannak benne, vagy hát igazából ezt játékfunkciónak nem tudnám nevezni, de mozgatható elemek vannak, mert ugye az árbócokat tudjuk ide-oda mozgatni, jobbra-balra, és hát a vitorlának ezt a kis alsó részét hát le tudjátok ereszteni, vagy föl tudjátok húzni, ezt így igazából felle mozog az egész. Igazából tényleg ez nem játékfunkció, de ha valaki szeretné mozgatni, az tudja. Ahogy az előbb is mondtam nektek, ebben a készletben mindent össze kellett építeni, tehát nem kapunk egy ilyen szép
Ordis, mint például ugye a LEGO IDS-os verzióban volt egy minifigura, amit ide föl kellett rakni. Hát itt néhány elemekből össze kellett építeni ezt a nagyon színes hableány Ordis-t, ami hát elég is stilizálja, hogy mire gondol a LEGO. Nyilván rá tudunk jönni, hogy ez mi ez, sőt még azért is, mivel vörös a haja, úgyhogy Ariert ide föl szarvaszták a hajunk erejére, úgyhogy tényleg nem néz ki a legjobban, de azért akkor is rá lehet jönni egész jól, hogy mire gondolt a LEGO. Mint ahogy mondtam, én sokkal jobban örültem volna, hogy ezt minifigurával oldják meg, de adott elemekből ki kellett hozni mindent, amit tudnak. Egyébként a hajunkat igazából három fő részre tudnám osztani, először is van a vitorlázat, amiről már beszéltem nektek, van maga a hajótest, amit meglepő módon nem egy ilyen egybe fröccsentett hajóelemekből kellett összeépíteni, hanem mindet egyesével kis LEGO kockákból összepakolni, úgyhogy ez egy kicsit érdekesebbé tette az építést, mert én teljesen azt hittem, hogy majd kapunk két-három ilyen nagyobb elemet, amit egymás mellé pakolunk, ugyanúgy, mint a LEGO IDS-os verzióban is, és akkor megkapjuk magát a hajó testet, de ez itt tényleg nem így volt, hanem egyesével kellett összeépíteni, ami szerintem csak pozitívuma. És ugye van a harmadik nagyobb része a hajónak, ami maga a kapitányi kabin, amiben található néhány mozgatható elem, mert hát föl lehet hajtani először is a kapitányi kabinunknak a tetejét, így bele tudjátok tenni a minifigurát. Itt néhány részletet találtok, de azért hát ez az egész készlet nem a részletességről szól. Nagyon látszik rajta, hogy el vannak nagyorva a dolgok, sokkal jobban stilizálva van, mint inkább megmutatva, de azért a belsejében még találunk egy printelt térkép elemet is, van egy kis kupája is, és egy kis pennája is a kalózunknak, vagy a kapitányunknak, és igazából ezen kívül olyan nagyon más játékfunkció nincs is a készletben, ha csak az nem, hogy itt látjátok, ugyanúgy ki lehet hajtani a két oldalát is, de mint ahogy mondtam, ezek nem játékfunkciók, hanem inkább csak könnyebben oda tudtok férni, ezek ilyen mozgatható elemek. Ha egy negatívumra kellene fölhívnom a figyelmeteket, akkor az egyértelműen a hajótest közepén tátongó hatalmas rés lenne, szerintem sokkal jobban nézett volna ki, hogyha ezt lefedik, és akkor ott van egy ilyen kis csapóajtó, ahol le tudnak menni a minifigurák, úgymond, mert ott az alsó részben ugye be lehet tenni az ágyúkat, tehát van az hajó két oldalán kettő-kettő kis csapóajtó, amit hogyha fölhajtotok, akkor oda ki tudjátok dugni az ágyúkat, ami sajnos csak kettő érkezett hozzá, sokkal jobban nézett volna ki, hogyha négyet raknak bele, és akkor mind a két oldalra ugyanúgy ki tudtátok volna rakni, a közepén található néhány extra lövedék, de hát tényleg itt nagyon-nagyon el vannak nagyolva a dolgok, sőt, amúgy a játékfunkciókhoz még az is hozzátartozik, hogy természetesen a vasmaskát le tudjátok ereszteni, vagy föl tudjátok húzni, de igazából az ilyen kalózhajóknál ez annyira nem nagyon meglepő, és hát hogyha a legjobb részét kellene kiemelni a hajónak, akkor az viszont a hátsó része, mert szerintem az pazarul sikerült, ez a hátsó kapitányi kabin rész ezzel a piros és arany színével szerintem nagyon jól néz ki, és egész jól mutatnak rajta ezek a kis ablakocskák, amik sokkal jobban dobnak a részletekbe. Mint ahogy mondtam is nektek, ez a hajó nem a részletekről szól, ezért hát itt, hogy ennyire szépen ki van dolgozva, ezért az a rész egyértelműen kiemelkedik a hajónkból. Egyébként a készletünkben van egy nagyon morbid részlet is, ahogy itt látjátok az oldalán, föl kellett rakni egy ilyen kis palló részt, ez pontosan arra szolgál, amire gondoltok, ugye itt kényszerítették az embereket, hogy ugorjanak az óceánba, és hát a cápák jöttek és megzabálták azokat. Ismét egy nagyon family friendly részlet a LEGO-tól, aminek én csak örülni tudok. Összességében, srácok, ez a hajó egész jól sikerült. Nyilván sokkal jobban örültem volna, hogy a több részletet pakolnak bele, de azt azért vegyétek számításba, hogy ez egy kifejezetten gyerekeknek készült készlet, és hát adott számú kockákból építkezünk, és ezekből az adott számú kockákból még két másik dolgot is össze lehet építeni, úgyhogy én az összes negatívumot meg tudom bocsájtani ennek a készletnek. Sajnos ezt a döntést muszáj volt meghozniuk, mivel hát szövet vitorlákat nem tudtak volna belepakolni, hiszen a másik két épületnél nem tudták volna azokat felhasználni. Egyébként a minifigura felhozatal szerintem azért lehetett volna jobb, hogyha még két extra figurát kaptunk volna hozzá, akkor szerintem egy picivel jobb ajánlat lenne ez a készlet, de ettől függetlenül tényleg semmi más negatívumot nem tudok ezzel felhozni. Nos, srácok, hát ez volt az első 3-1-ben készlet bemutatóm, a 31109-es kalózhajó. Remélem élveztétek ezt az adást. Mint ahogy mondtam is a videó elején, nagy valószínűséggel én a másik két verzióját nem fogom összeépíteni, úgyhogy az rátok vár. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, lájkkal jelezzétek, iratkozzatok fel a csatornára, mert az még mindig nagyon fontos, és találkozunk a következő adásban, ami szerintem most már a szokásos heti LEGO hírek lesz. Addig is jók legyetek, szevasztok!